Oké, és akkor az én szempontjából mi történik az énnel felébredés után? Eltűnik, nem is egyszerűséggel. Legfeljebb talán azon keresztül, hogy beszélek róla, segíthetek egy másik embernek emlékeznie arra, hogy ő ezt ismeri. És most teljesen megállította a belső párbeszédem foszlányait, és ez a mondat, hogy minden képben van még én is. Totál csend lett a fejemben. Csak próbáld ki! Próbálja ki a kedves nézőnk vagy hallgatónk azt, hogy minden ébren van még én is. Mi történik? Na ez a felébredés. Nem tudunk szeretni. Ez egy tévedés. A feltétel nélküli szeretet az azt jelenti, hogy nem létezik az, aki szeret, ha az univerzum nézőpontjából nézem. Nagyon furcsa érzés most, hogy beszélek erről, megjelenik a mellkasomban, ami rajtam keresztül áram, feltétel nélküli szeretet. Fogalmam sincs, hogy történt meg, de rajtam keresztül tud áramulni, és eltűnök benne. Nagyon sokan a szeretetet forróságnak ölelésben, amikor megjövelik egymást, forróságnak élik meg. Nem! Az az interpretációja a szeretésnek, ami bennünk van, az életenergiánkkal. A minőség az a forróság. A szeretet egy hűvös hullám, amit én tapasztaltam ezzel kapcsolatban.